70 ezer gyerek tűnt el a romániai iskolapadokból az utóbbi években. Az aggasztó adatokat az Országos Statisztikai Intézet tette közzé. A részleteket Vasgáló ránt kollégám ismerteti. Egyre több az üres iskolapad a romániai iskolákban. Ha csak az elmúlt két tanévkezdést vizsgáljuk, az iskola érett gyerekek egyharmada nem ment iskolába. A statisztikai intézet adatai ilyen tekintetben rendkívül aggasztóak. Mutatjuk a konkrét számokat is. Mintegy 70 ezerre tehető azoknak a 2011, illetve 2012-ben született romániai gyerekeknek a száma, akik bár a lakossági nyilvántartásban még szerepelnek, a beiskolázási statisztikákban bár nem. A 2011-es születési adatok alapján tavaly 196.242 gyereknek kellett volna elkezdeni az előkészítő osztályt, csak hogy 2017-ben ebben a generációban mindössze 186.394 gyereket tartottak nyilván a hatóságok, azaz 9.848-al kevesebbet. A 2017-2018-as tanévben ennél is kevesebb 156.170 kisgyerek kezdte el az iskolát. Ez azt jelenti, hogy 30.224 gyereket nem irattak iskolába szüleik. Szakértők szerint, mivel az oktatás 6 éves kortól kötelező, ekkora különbségnél minden bizonyal kizárt, hogy iskola kerülésről lenne szó. Szóval ugyanannyira elrettentő a helyzet ilyen tekintetben a 2012-ben született gyerekek esetében is. A hat évvel ezelőtt világra jött 201.104 gyerek közül jelenleg 182.842 éves kisgyereket tartanak nyilván az illetékes hatóságok. Továbbá az oktatási minisztériumi adatok szerint ezek közül mintegy 171.000 kezdte el az iskolát idén. Egyszerűbben fogalmazva, újabb közel 30.000 gyereknek veszett nyoma. Becslések szerint az iskolapadokból hiányzó mintegy 70.000 gyerek valószínűleg a külföldön dolgozó, szüleiket követve valamelyik más ország tanügyi rendszerében szerepelnek. Az Egyesült Nemzetek Szervezete szerint közel 3 millió 700 ezer román állampolgár él külföldön. A Világbank 3 és 5 millió közöttire becsüli az emigráltak számát.